víz többszörösen csapdába van ejtve, azáltal, hogy négy rétegben szövet tartja magában a vizet, amelynek a közepébe egy szőtt háló, lejjebb pedig ez a bizonyos dörken lemez képes arra, hogy a kis lukjaiba felfogja a vizet, és onnan tudja visszaáramoltatni a növényzetnek a gyökerébe. Ez a muha és kövirózsa együttes, ez pedig a természet inspirálta, honnan lett elvesve, ott is élnek együtt ezek a növények. A kövirózsa az jobban bírja a napsugárzást, a moha az megelégedne egy fél árnyékos helyel, de a kettőnek a kombinációja az mindig ki tudja tölteni a teret. Ez pedig a Bülözzoknyban megtelepedő moha párna gyakorlatilag. Speciálisan kellett hozzá a lábszagom is. Attól lett tökéletes? Attól lett tökéletes, igen. Igen. De itt ismertem fel, hogy ez valamiért két zokni, ami a szájtóról repült, és hogy a szövet rétegek egy film rétegnyi vizet meg tudnak tartani, és ezáltal tud átszövődni, ezt ismételtem meg itt. Tehát nem annyira a természetben, de hát fele tudja, hogy a természetből kaptam a instrukciót. Ezzel le van modellezve egy busz megállónak a teteje, mondjuk főleg az, ami síkban áll, de természetesen, hogy ez lehet nem csak sík, hanem egyfajta domború tető, vagy pedig egy oldalra lejtő tető is. Szintén a természetből kapott instrukció a juh gyapjúnak a hidrofil volta, amikor gyakorlatilag a közeget gyapjú adja, miáltal fokozatosan tudja ellátni a moha gyökerét, a plusz esővizet pedig hosszasan tudja tárolni magában. A moha is kétféle, ez jobbára ez a fajta éppen különböző fedésű háztetőkön szokott leginkább jelentkezni. Tehát önmagától is megjelenik északi fekvésben félárnyékos helyen. Zöld fedés. Uh-huh. Nem tudom, nekem ez a moha takaró, azt tetszik. Uh-huh. De abban nincsen benne a zöld fedés, se rossz. Így van. De még nem adtam nevet, mert ez olyan új, de moha párna. Nem csak busz megálló, ez nagyon sok mindenre mehet, mert nagyon könnyű. Szerintem